Sziasztok, üdvözletem innen ismét. Szokásos esti bejelentkezés, akkor már sejtetitek, hogy ismét vonalbejárósúkon lesz. És ugyanúgy megint a 430-as vonathoz. Megyek az első estízes, amelyik indul a déliből. Úgyhogy Kelenföldön arra fogok 435-kor felszállni. Úgyhogy szokás szerint 907-es az Őrstől, egészen Kelenföldig. Ott egy fél órát körülbelül várni a vonatra. Aztán irányul a 13-as vonal ismét, most Veszprém-Valsánytól fogjuk folytatni. Hát francia vágásig vagy ugodik, ameddig eljutunk. Úgyhogy ez lesz a harmadik etapja ennek a igen hosszú vasútvonalnak a bejárásának. Na, már látszik, oda reggel van. Össze-vissza beszélek már megint. Úgyhogy én egyik is. Úgyhogy éppen 97-esre felszállok, ott én kicsit tudok aludni Kelenföldig. Megvárva valamennyit a vonaton Tatabányáig, aztán utána meg már olyan fél nyolc fele Tatabányáról busszal átérünk Veszprém-Valsányba, hát onnan meg már kőkemény séta. Úgyhogy hamarosan meg is érkezünk a buszmegállóhoz, úgyhogy akkor tartsatok velünk ismét. És én meg ott jön a minőség. Azaz. Megérkeztünk Veszprém-Valsányba és indulunk tovább a 13-ason. Most már is többen vagyunk, itt van még Andán meg Sebi is. Sebi csatlakozott a vonalbejárós. Hát én már volt egy vonalrész, amit már ja, Ugodig bejártad, de most addig nem. Hát Ugodig lehet, hogy el is megyünk. Majd meglátjuk. Mert francia vágásig van még forgalom, de már csak tehervonatok járnak, de francia vágásig még járható. Néha valóan a szegény vonat is, kilenvonatban. Hát nagyon néha, igen. Szerencsések utazhatnak is. Igen, de hivatalosan a pálya az francia vágásig járható. De most azon a szakaszon, ahol mi vagyunk, ott nem. Tehát most francia vágás, és biztos, hogy nem találkozunk onattal. Gyomítóval. Szerintem azzal se. Itt már az se jár. Meg hát ki tudja, lehet, hogy fizikailag is járhatatlan már, mint a másik szakasz. Itt a középső rész az fizikailag is járhatatlan. Hát ez van. Hát azt az előző videóban mutattam azt, hogy ez egy hatalmas viaduktot. Ja, hogy azon már nem megy át még a gyomító se. És akkor előre itt vagyunk Veszprém-Valsányban, és melyik lesz? Ez lesz az, vagy a másik? Ez lesz az, nem? Nem, ez valami ipar, kívül van a kettő. Ja, nem, ott majd a másik. Nem baj, majd meglátjuk, hogy... Majd a sinkoronát figyelve úgyis meg lesz, hogy melyik az. Képbűki, azaz, na, megérkeztünk közben ide. Na, itt találkozik el fizikailag is a két nyomvonal, itt megyünk ezen tovább, ez a 13-as, adok a 11-es. És ezen még van forgalom. Csak nem most. Hogy Győrből most indult el a vonat, hát egy olyan 20 perc, és itt van. Hát több az. Több az? 40 perc. Hát legalább. Nem baj, azt már úgyse fogjuk látni. 40 perc legalább, hát nekünk is volt vagy 40 perc, mire fölértünk, mikor innen mentünk. És nem nézted, hogy milyen csörgő vagy vézi? Azt nem néztem, de szerintem a kettő közül valamit. Hát erre én is rájöttem, mert más nem jár arra. Igen, hogy nézzük. Vagy bézé, vagy csörgő. A személyi vonat az biztos 39.512-es. Hát nézd meg a izén a vonatzaidon, azon látszik, hogy 310-es remote csörgő hozza. Na, hát akkor csörgős. 310-es. Remote. Na, mehetünk tovább, itt van közben a bejárati jelző. De ez a 11-es, a miénk az ott van. Ja, tényleg, ott még van még egy. Ott még a Tokyo Hotel tábla is kint van a 11-esnek. Volt az első utátjáró, amit elhagytunk.
sima földutas biztosítatlan. Hozzá hasonlókkal fogunk itt találkozni, mondodik. És egyébként kb. 2 kilométerre itt van a Románd, az lesz a következő megálló. Nézzem meg a felépítményt, itt most vegyesen betonaljas, meg talpfás. De, és ugyanúgy 48-as sinek. És akkor menjünk tovább. És úgy lehet, hogy mennyi legyen, egy szakasz következik. Úgy legalább 1 kilométerig, aztán utána majd a következő megállóhely az Románd lesz. Megtaláltuk az előjelzőt. A másikot jobb volt. Full ellenfényes, de megvan. A bambik megint átszaladtak. Igen, tényleg is bambi is volt. Kettő volt ott. Meg az előbb is mondtuk, hogy támadtak. Most kettő szaladtam ott. Hát már most akkor a bambikat már nem látjuk, na majd fogunk még szerintem látni. Na közben megérkeztünk Lomádnak a megálló hely előjelzőnek, 596, tehát már majdnem 60 km-re legyalogoltunk ebből a vonalból. Úgyhogy lassan meg lesz a kétharmada. És egyébként ott, ha jól látom, ott van egy ív a pályában, és utána lesz a megállóhely. Úgyhogy haladunk tovább, és egyébként az űrszelvény még teljesen tisztán van tartva. Mint eddig, úgyhogy még simán járható, még komolyabb akadályok eddig nem voltak. Már jöttünk vagy 2 kilométert legalább. 1,76. Akkor annyit. Akkor az 580-as környékén volt Valsány. Hát akkor menjünk. Hát még van legalább 20 kilométer. Még lehet, hogy több is. Ameddig eljutunk. Na nézd meg, ott van még egy vadászles. Bambi? Megint? Ott szalad megint. És akkor csak ezt nézzétek meg. Megérkeztünk közben Románra. De figyelj, itt is fénysodompó volt. Nézd meg, ott van még a... Ott van a helye. Igen, tehát... Ott volt a helye. Tehát ott volt a leszerelték, csak az András keresztet tették a helyére. Tehát ott volt a villogó, az látszik. És ott az AS, a kapcsolószekrény is. Ez pedig a Románi peron. Még a pad is megvan. Tehát még a deszkát se lopták el? Ja, nem, csak az egyiket. Ja. 3/4 jó arány. Ja, és csak a felét lopták el. 3/4-ét. Ja, jó, hogy a 3/4-ét? Ja. 3-ból egy megvan. 2/3 többségben el van. Ja. Várkárnak a festéssel, de képes egész. Hát viszont talán, viszont a... Nézd a... Kandeláberek még megvannak. Peronvilágítás. Na de miben, hogy a villanyköltét már kilopták, vagy kicsúzlisztek? A másik ebben nincs. Na tessék, itt van. Ebben ki van csavar? Igen, hát ezt kilopták belőle. Másikban volt, nem tudod? Faszom, hogy már visszajöttem, majd mindegy, majd érkezik. De abba sem volt szerintem. Szerintem se. Ja, valószínű. Az már vígan világít valahol. Ja, máshol. Igen. Vagy már régen kiégett. Valakinek a nappaliában az még vígan világít. Igen, vagy már kiégett. Egy. Viszont elég hosszú pedon volt. BD-nek elég. Hát még játék ide is, közös is BHZ kocsik. Hát hármas BZ-nek is elég. Igaz. A BZ-k előtt ide játék, és 3-75-ös, hogy milyen közös játék idejével. Ja, igen. És még annyira nem is verte fel a gaz, még a peron se. Még akkor mit volt a BH-kocsik? Ennél sokkal nagyobb dzsumbúj szokott lenni. Ott, ahol már 12 éve nem jár semmi. Na és itt a peron vége. Hát igen, ez egy hűtőszekrény, vagy egy fogyasztó. Na most vagyunk egy olyan szakaszon, ahol pont a közút mellett megy a vasút is. Aha. Érdekes. És egyébként mindig egyenes, mert mióta jövünk és egyenes? Ja, sokkal. Haladunk ám. Hát, és reggel mennénk még lehet gyorsabb. Ja, és mennyit? Most mentünk már vagy 4 kilométert. Jó az. Haladunk, és egyébként már mióta egyenes? Már kilométerekkel keresztül úgy jövünk, hogy nyíl egyenes. Jajó. De most még az elején vagyunk ilyenkor, még azért jobban haladunk, meg gyorsabban. 3,40-nél vagyunk. Majd 20 km után majd meglátjuk. Még egyenes lesz, de úgy, hogy az út is megy mellettünk. Ott szalad a kaja. Ott a reggeli. Na, most mindjárt átjön a sineken. Nem jön át. Semmi. És én mindig itt vagyunk a közút mellett. Hiányzik a fél korlát. És közben a pálya betonaljas helyett talpás lett. Mert megyünk tovább. Majd elküldöm a linket. Jó. Na, közben megérkeztünk. És közben vadásztak már az előbb, már lövöldöztek is. Románd és Vicca falunk között. Úgyhogy a legjobb helyen vagyunk megint. Erről jöttünk. Két megálló között vagyunk. Ott vadásztak az állami között egy csomó.
tovább. Danit fogjuk közre. Dani? Ja, akkor én megyek középen, mert a mellét odaadtam Sebinek. Ráadásul, úgyhogy csak rajta a bicsem elé. De most szerintem amarra volt még ott, még a közúton túlvadásznak. De a puska az messzire hallatszik. Tudom. Hát nem van, nyúlnak, nem. Szerintem most ezért fácára, mert nyúlra vadásznak ide, annak van idén. Hát, fácának meg valószínűleg nem néznek, mert nem repülünk, meg valószínűleg nyúlnak sem, mert... Hát nem, mert sokszor ezt úgy csinálják, hogy így körbe mennek, és akkor ugye bezárul a kör, és akkor úgy nyomják el a területet. Sokszor láttam már ilyet. Jó régen. Ja, tényleg ez vonóvezeték tartó. Ja, de amúgy amikor volt egy külön vonat azért a téli bereken, a fegyvesi kis vasúton, akkor is így a szervezők leírták, hogy vadász idény lesz. Ezért miért elmondták, hogy a vonatmenetrendjét elküldték a vadászoknak, de hogy ne nagyon menjünk el a vonattól, hogy a 10 méternél távolabb. Szépen küldték, de nem mondták, mert folyamatosan egyeztettek a vadászokkal is telefonon, éppen merre jár a vonat. De hát azért most annyira egyik vadász sem elbepiálva, hogy szarvasnak nézzen egy vonatot. És itt van az első komolyabb űrszelvénybe lógó fa. De hát ez még semmiség. Ezt egyébként simán elintézni a vonat. Csak egy kis első szelvény. Hát egy kicsit megírná a BZ, igen, ott az űrszelvény. Hát miért ez a Romániában ez a szendelt, hogy a vonat nyírja az űrszelvényt? Hát de korábban azért nem. Hát nem, hát ott azért időben nem hagyják, hogy ennyire megnőjön. De ott a sireknél az összes növény vonat alakú. Valafele, tehát ott a vonat takarítja le az űrszelvényt magának. És utána megint alfás lett. Nézzétek, hogy... Na megint valami folyó alatt, vagy valamit átjövünk. És még egy híd. És ezek még egész jó állapotban megmaradtak. Hát itt van egy szaldárohadt alfa. De hát ez is a másik mellette lévő kettő az tart, tehát ezen még simán lehet mondják. Mennyire jár? 9 óra. 5,36. És ott megvan egy átjáró még. Ilyen földutas. Mennyi? Jöttünk már, hogy 5 kilométert, nem? Nézzük elé. És még azóta nem lőttek, tehát most egész jó vagyunk. Hát kettőt lőttek. Ennyi? Hát ott mindjárt ott dobunk egy balost, úgy látom. És utána lesz valahol az megálló egy. Az igen, van ám, hogy kő. Egy vezeteik. Kábel csatorna. Nem, ez a kábel csatorna ez. Sőt, ez műanyag, ebbe, hogyha nincs kábel, akkor nincs benne rész, nem érdemes. Nem alumínium. Ennyi, mert úgyis itt van a település, aztán az év után lesz valahol az állás, benne az év. Aha, ennyi. Én meg ezt az átjárót ezt így kapom, ezért egyszerű, hogy... Hát itt azért látszik, hogy a közutat jobban használják, mint a vasutat. És arrafele lesz még egy út átjáró. Igen, itt a kicskaró. Ez az. Hát a egyszerű átjáró jelző. Na itt lehetett az alakjelzőnek a hűlt helye. De nem, hát ezek még mindig a vonóvezeték tartók itt, nem mellettünk. Viszont a másik oldalt a madzagok, az megvan még. Megvannak a póznák, meg rajta a vezeték is. Ez viszont telefonvezeték, az biztos. Megjön a következő híd. Itt elég sűrűn vannak, ennyi patak van itt a közelben. Hát ilyen erek szerintem ezek. Hát ezek ilyen, igen. Hát azért az elég vastag, ez még szélesebb, mint a rákos patak. De ez nem az áthúgyozható. Hát akkor ez már lehet, hogy patak, azt nézzük. Na, mindjárt lep is állok innen a hídról. Ja, azt ellövik a vadászok a pöcsödet. Befutottunk Gic állomásra, nem igaz. Ennyi. Itt vagyunk Gic állomáson, itt vannak a váltók, vagy volt. Ott a hűlt helye a váltónak. Hát nincs, viszont elvitték az állítót. Lakatos, ott a lakatos. Igen, viszont az le van zárva. Ja. És akkor megérkeztünk, mondom, Gicre. Itt már itt vannak a mellékvágányok is. Ott még a váltó is megvan. Nem, mert innen leszerelték a váltót. Ez viszont megvan. Ez is lakatos vagy szögelt? Lakatos a tippelek. Na. De viszont nincs meg az összekötő rút, ha megnézik. Na innen. Hihányos. Az egyik felét legalább lehet állítani. Na jó. Ja.
Hát ez van. Hát ezt már nem állította senki, szerintem még akkor sem, amikor még üzemelt a vonal. Lehetséges. Nem nagyon, viszont ott eltűnik egy vágány a gazba is. Tehát hát, az a harmadik, az út az első. Ez a harmadik. Azon az oldalt van az épület. Igen, igen, igen. Hát de ez volt az átmenő, ami most sétálunk. Ez az átmenő, igen. Hát az meg szerintem a lakodóhoz ment, de majd mindjárt megnézzük közelebbről. A fotóhely gyanús valóban. Jó lenne. Szerintek, hogy itt a mellékvágányok már jól eltűntek a gazban. Itt megvannak még a mellékvágányok is, csak belőtte a gaz, alig látszik. Ja, ott az egyik. És ott van a háttérre már az állomás épület. Azt még azt is meg nem kockáztatni, hogy azt lakják. De majd mindjárt kiderül, kicsit közelebb megyünk. Melléképület is ott van. Hát itt vagyunk már a falu szélén. Ez egyébként Gic. Szóval könnyű kimondani. Hat falu már. Ja, hat halom, de maga a falu az Gic. Ez legalább olyan jó, mint ez a Dömsödi vasútállomás, ami egyébként Apajon van. Na mindjárt odaérünk. Akkor majd mondtad az állomás épületet. Az állomás épület, ez a sima hévszabványú épület, és nézzük már egy kicsit közelebbről. És még azt is meg nem kockáztatni, hogy az emeleti részén laknak. De ez volt a vasúti része mindig, és valószínűleg itt volt a váróterem meg a forgalmi. És itt még kim van a menetrend. Mikor? 2007-es. Ez a bezárás előtt is, és nézzek, hogy mennyi vonat volt még akkor. Még Tatabányán, még 1959-kor is ment vonat. És még Pápára is ment vonat, még 23-11-kor is ment vonat. Na, itt volt egy part, és akkor még az utcafrontot megnézzük. Tehát akkor így néz ki az utcafronti része az állomásnak. És az emeleti részén volt mindig is a szolgálati lakás, lehet, hogy ott még laknak. Ez pedig a váróterem volt, ez biztos. És mindjárt megnézzük majd a villanyórát, abból sok minden kiderül. Nézzétek csak meg, de ez a bekötés is nagyon-nagyon újnak tűnik, és fenn van a digitális villanyóra is. És föl van kapcsolva a biztosíték itt még, tehát lehet, hogy laknak is van fogyasztás is. Valószínűleg az éjszakai áram lesz, és akkor az nem működik. Aha, hát itt azt nem lehet megmondani, hogy forog-e vagy nem, mert ez... Hogyha ott is meghagyták volna a régi analóg villanyódát, akkor lehetne tudni, hogy lakik-e itt valaki vagy nem. Itt max jobb, úgyhogy később visszajövök és megnézem a számláló állás, amit most felvettem. De most ugye pillanatnyi fogyasztási állás az rajta van, de sokat ki kéne itt lónolni ahhoz, hogy ez változzon. Pláne, hogy nem lakik itt senki. És itt volt a melléképület, ilyenben. A helység. És azt nézzétek, ott egy fürdőkád. Esetleg valaki egy fürdőkádat? Nézzétek, elhagytuk Gicet. És itt már csak két vágány, tehát tényleg ez egy két vágányos állomás volt, a harmadik az csak a rakodó volt. És itt is fénysorompó volt, mint látjátok, ott van a fénysorompó kapcsolószekrény, még itt van a tartója is, tehát itt is fénysorompó volt. Ugyan, a 13-as vagy valamon leszerelték az összes fénysorompót, úgy látszik. Ezen megérkeztünk, hogy 640 egy szelvény, és van az 580-as környékéről haladtunk. Igen. Hát már a kétharmadát lejártuk a vonalnak. 58 km-nél volt Varsány. 6 km, 6 km, 6 km. Hát összesen már a kétharmada megvan a vonalnak így. Nézve. Hát már jöttünk vagy 7 kilométert. 2 órája indultunk el, 7 kilométer. 4 óra hosszalat, az már 14. Igen, 8 óra hosszalat, 28. 8 óra hosszalat, az már 28. Akkor még megint 4 óra, 42-t le tudnánk így venni. Az még szép lenne egy nap 42 kilométert menni. 12 kilométer, 12 óra, azt már le tudnánk annyit menni. Úgyhogy szerintem ez lehet Pápáig is eljutnánk, hogyha így szaladunk. Hát lehet. A Pápa 36 kilométer elvileg. Hát és már jöttünk hetet. Hát akkor még van 29. Hát majd meglátjuk, hogy majd 20 km után mennyire tudunk menni. Hát jó, ilyen 25 km-nél mennyire. Azaz. Most még ugye fitek vagyunk így az elején. Hát ilyenkor még nagyon. Vassza eleget a lábunkat a bőnökkel is. Akkor jó. Nem? Na. Na, melyik ez a megállóhely? Ez ide, Bakony Tamási. Na, Bakony Tamási. Na, megérkeztünk és... Na, kandelábel még megvan. Itt valaha fénysorompó volt, az is látszik. Valószínűleg ott egy autója. És ez a megálló épülete Bakony Tamásinak, és a jelekből ítélve úgy tűnik, hogy lakják. Bár még itt fénykorában is a megálló hely volt.
de ide biztos, hogy laknak. Akkor megyünk tovább. Itt most egy hosszú nyílegyenes szakasz következik. Ismét, hát ez legalább egy olyan 2-3 kilométernyi egyenes. És megtaláltuk az első lakott létmegálló helyépületet is. Jöttök, erről jöttünk. Ott még látszik a megállóhely peronja. Én csak ezt az egy alapot adtam, amit még mindig egyenes a pálya, de most már emelkedik is. Várjál. Jó, belegöcsön. Hát összegyűjtesz némi növényzetet. Legalább lesz szuvenír. Hát jó, még itt nálam is van itt egy vég egy pár szúrós göcsök. Nem baj, azok majd... Tesco-ból. Következő mosásnál kijön. Most átment ezért a András kereszt tartó oszlopba. Na mostantól itt fogsz állni és így fogod, de fordulj meg, mert a másik irányba kell utasson. De hát hol van? Innen meg már is vitték. Akkor újra az apron. Ja nem, itt van. Itt van kidőlve. Ez még rajta van a karón. Igen. Na, nézzünk még el erre. Ő a változatot, csak. Azaz. Csátok. Na és még mindig egyenes a pálya. Csak hogy... A vége le van vágva. Ja, azt igen. Szerintek, hogy... Itt elkezdték lebontani a telefonba az madzagot. Nem, lehet, hogy szervezett bontás egyébként a telefonhálózatokkal, csak a baj van, madarsában szabadulni akar tőle a matár is, meg mindenki. Igen. Akkor ez az. Igen. Össze vannak szigetelve, és a vezeték. Ja, igen, azt nézem, hogy ez tervezett bontás. Szerintem leszakadt a vezeték is. Megcsinálták. Hát nem, hanem elkezdték szerintem leszedni. A telefonkábel volt, és elkezdték leszedni. Na, nézzük meg, ki van-e Ádám. Csapkodd meg a kézfejeddel, akkor az egy... És most Gajdács megnézi. Fázis keresőt játszunk. Igen. Ja. És az alsó? Semmi? Semmi. De hosszabb ideig fogja, mert periodikusan megy az áram benne. Hát én is meddig fogtam, mikor egyszer csak nincs ebbe áram, puf, azt hiszem, csak így fő. A 12 volt, az megérkezett. Így az azért szép volt. Nem, szerintem egy áram körülte, hogy ott megszakadt. Ja, lehet, igen, meg az nincsen végig kihúzva. De ez viszont ott maradt, lenne. Na, erről jöttünk. Lenne mesett. Hát azért végtelen sok ideig nem fog ott maradni. Hát ő ez megnyúl, az van minden, ez mindig van. Ma kutya, macska, meg mangalica. A mangalicával az erdében nem fogsz találkozni. Hát az azért a... Persze, hát most benne a... Azaz. Na. Na kijuttunk a következő évből. Röf, azaz. Valamelyikötök lovagolt valahol? Na itt vagyunk egy hosszú egyenes közepén megint. És egyébként kint a pusztába. Arra fordul majd. Nézzük meg a tájat. A villanypásztort már elhagytuk, amiben valószínűleg volt áram, de egyikünk sem volt ilyen bátor, hogy megnézze, hogy tényleg. Senki talán erre megyünk tovább. Ja, na semmi már le is ült. Ennyi, 13 kilométer után. Mi 13 és 3. Igen, ja, 13 és 3, igen. De hát haladunk Francia fele. Lehetünk a gondolom. Mert megint most van földút a sinek mellett egy darabig, úgyhogy még azon is lehet menni. Hát igen, az túl egyszerű. Igen, szoktam néha, de most de itt simán lehetéken látjátok, ilyen volt majdnem végig a pálya. Igazán komoly akadályokat nem láttunk sehol. Viszont egyre jobb az idő, úgyhogy igazi vonalbejárós idő lett így a végére. Úgyhogy szépen haladunk tovább. És megérkeztünk az év végére, és közel vagyunk már a következő állomáshoz. Ott vannak a marhák. Itt meg egy biztosítatlan átjáró. És ott a kémény környékén meg már szerintem az állomás. Ja, ott az András kereszt megint. Jó helyen. Az pedig ott szerintem egy téglagyárt lesz ott szembe, azzal a nagy kéménnyel. És akkor itt van még egy átevet. Még egy kisebb patak fölött. Az állomásnak meg még se híres hamva. Ezért vagyunk. Na, valahol itt lesz az. Ott is volt ezért egy régi fénysodonfós átjáró. Lehet valószínűleg a behatási pontnak a madzagja. Itt van maga az átedesz. Ja, igen, ott van benne egy kábel, arról beszéltünk az előbb. Itt a következő átjáró, ami szintén fénysodonfós volt valaha. Megvannak a nyomai.
Figyeltem, bazd meg. És az átjáró túloldalán pedig már ott, van, ott az állomás, meg a váltókörzet. És akkor itt vagyunk pápa teszélyen. Ez viszont kibont a gába. Hát annyi. Hát meg nézd meg, az állítómű sincs meg. Lelopták róla biztos. Hát nem, szerintem leszerelték. A váltó meg ki van szögelve. Hát ez egy háromvágányos állomás volt így ránézésre. Hát az a hagyományos, hogy a középső az átmenő, és akkor mindkét irányba kiágazik egy-egy. Ez a hagyományos állomás rendezési általában. A középső az átmenő. Igen, hát általában az szokott. Több is kiszögelve van. Ja, azért igen. Hát meg elvitték az állítóművet is. De szerintem még akkor, amikor üzemelt a vonal. Vagy miután bezárták. Hát nem, szerintem ezt még üzemeltek volt, mint a többi állomásra is ez volt. Veszprém valószínűleg meg kisbérem volt kereszt, máshol nem. Meg is van a peron itt is, a két vágányt az ott is. Ja, tényleg, azaz. Menjünk az átmenőn, még az a legjobban karban tartott. Hát... Többi nem akkor is szartak, mikor még járt a vonat. Azon járt legutoljára. Igen, ezen járt legutoljára a vonat. Itt van maga a felvétel épület, ott volt a forgalmi iroda, valószínűleg mellette a váróterem. Még be is tudunk nézni, mert be van tőle. Igen, és be is tudunk nézni, mindjárt be is nézünk. Gyere, kicsit hátrébb. Simán, akkor még ide is be tudunk jönni. Hát csak egy picit nőtte be a gaz. Azt nézzétek! Aha. Na, így néz ki az épület belülről. Valószínűleg itt volt a WC. És akkor nem tudom én, ez ország egy szolgálati lakás lehetett fénykorába. Ez lehetett itt a fürdő. Ott valószínűleg volt egy kályha. Aztán. Hát innen még a parkettát is felszedték. Kurva jó. És ezt a betölt ablakot látom. Igen, ez volt a szolgálati lakás része. Ott is volt egy kályha hely, és mi? De ellopták még a konnektorokat is. Ott is volt egy konnektor. És nem volt a lakásban földelés, mert csak két vezeték van. Mikor megy vonat? Mindjárt megnézzük a vasúti részét is az épületnek. Ott a padlás feljárón, azt is megnézzük. Óra. És ki van kötözgetve? Na, ott még nem voltam, én bementem itt a szolgálati lakásba. Itt is szépen szét van szedve. Látsz valamit a padláson? Azért nem mehetnél belépni. Belső szobában nem menjél be, mert ott láttam a plafonon is, hogy már kezdő szétrohadni. Jöttünk a padlásra. Messzire nem megyünk, mert ki tudja mennyire masszív lesz meg. Hát lassan tudom fel, hogy mit vagyunk, de mennyi. Nem merek rámenni, mert ki tudja, hogy mennyire masszív, de látom, nincs is itt semmi, úgyhogy értelmese lenne. Akkor így néz ki a vasútállomás az utcafrontról. Megnézzük mindjárt a vasúti részét is. Ott van egy melléképület. Na, ide még benézek. Ez a váróterem volt. Igen, azért, ez biztos, hogy a váróterem volt. És a forgalmiba is be lehet menni. Oda is benézek. Aha, itt volt a pénztár. Itt lehetett a pénztár. Tessék mondani, mennyire kerül egy 50%-os egy pápáig? Kapunkat erre a régi forgalmasnak, hogy visszaszólnak. És ezt nézd meg! Itt is van egy kibelezett valami. Egy régi hullámpala. Még a neonlámpa is megvan. Szép jó napot ki, a pápáig kérnék egy diákjegyet. 50%-osot. Tessék, korom, 5200 forint. Köszönöm. Ilyen messze van, pápa. Hát elég, hát ilyen 2-3 ezer kilométer. Ja, azaz.
Jó utazást. És mikor indul a WC? Hát úgy körülbelül 2 hét múlva. És átszállás nélkül? Megy felfelé? 2000 kilométert egyhuzamba. Kármási átszállása, úgyhogy ott kb. Egy hónapot kell várni körülbelül. Nem baj, ráérek. Jó utazást kívánok. Akkor itt van a forgalmi iroda. Ah, és itt volt a Bizbel. Itt. A humán Bizbel. Justin Bizbel. Itt a villamos kapcsolószekrény. Ja. Figyeld. Digitális villanyóra, ki van szerelve belőle minden? Az igen! Ó! Szép, igen, ott a kis megszakítványomba, és azt nézzük, hogy mikor? 2018. 2018-ban lakták fel a dásra, igen. Hát az most, ez alig fél éve tették föl. Úgyhogy elég hamar ki is rámulták, még itt vannak a biztosítékoknak is a tokja. Simán. Itt voltak, ja, itt van már jár. 2015-ben? Már mindjárt, másod 3 év alatt már jobban szét lehet kapni. Ezt nézzétek, a Cabrio bakterház. Mert meg milyen jó redőnye van. Haladunk meg. Nem kabrió, kabrió motel. Azaz, kabrió motel. Jaja. De a mávas kerítés azért... A szabvány kerítés az megvan. Meg milyen hosszúak a mellékvágányok azt mondja. Azért szerintem számoltak itt annól, hogy teher van a keresztekre is ilyen hosszú. Valószínűleg volt is itt teherforgalom, azért csinálták ilyen hosszúra. Ott lehetett a lakodó a másik vágánynál. Meg a PFS-ben ma már alakították, amikor végre tudták, hogy itt a bébék lesznek. Hát amikor még volt tolatós teher, mesetedi, akkor szedegették össze mindenhonnan. És itt van maga a kitérő, de kiszolgált váltók. Másik mellékvágánynak meg még ott van, hát az még hosszabb. Szúrós akác is megérkezett. Hát az biztos. Meg kell nézni, az idő megy. Hát az igen, hát igen, pápa még olyan 20 km innen. Ja. Hogyha azt, ha azt lenyomjuk. Úgyhogy már jöttünk 15-öt. Ja, azért mi a dízel gigant? Ja, M63-as, jó megvan. Ki van fegel, nem az lakattal vagy? Nem, ott a lakat van, nem? Nem, ott a fegel. A lakat is van, és az egyszerűen fegel. A lakat is van. Ez duplában az erőlet, ott. Igen, igen. Mutassak. És ja. Lakat is, meg ki is van szegelve. Ki is van szegelve, az a szép. Jó, hatosság. Ez aztán duplán le van biztosan. És ott a 730-as szelvény. Az elnek. És hát jó. 73 kilométer. És tovább is. 1958-as sín és 48-as. Viszont itt nem már 34-es sínek vannak megint. Csak az állomáson volt 48-as. Megmondom, hogy cserélték. Ne, ezek már 34-esek. Hát de a vonalon is, a nyílt vonalon is. Hol 34, hol 48? Gondolom, hogy cserélgették őket. Milyen? Úgy lettek 48-osok. Szakaszosan van 48-as, egyébként 34-es a legtöbb. Az szép lenne. Végül sötétedésig még elmehetünk addig. Hát azért mondom, 8 órakor megy az utolsó vonat, amihez van csatlakozás. Hát mondjuk este 6-kor meg már sötétedik, tehát igazából 8-kor már sötét van. Hát annyira még nem videózni, még lehet csak fotózni már nagyon nem. Hát valamennyit igen. Hát azt azért nem hiszem, hogy 6 óra körül odaérünk. Hát jó, hát 8-ra mondjuk odaérünk. Akkor is, ha elmegyünk Pápáig. A belsője szerintem ott magától tört. Hát az szépen kitört, igen. Hát tudod, ilyen ide is itt van. Szóval erről jöttünk. Van közte biztos olyan is, ami arról van. De az biztos, hogy onnan tört ki. Igen, valószínű. Eléggé ki van rohadva az alja. Hát még jó, hogy nem a sinekre dőlt. Ja, milyen jó lett volna átmászni. Ja. Hát, itt még nagyon kikerülni se tudjuk. Hát a középső szakaszon már másztunk át egy pár ilyet. Még nagyon kikerülni se tudjuk.
Hát volt egy pár ilyen a középső szakaszon, amikor át kellett. Miért kell menni? A Romhányi meg aztán főleg. Hát ott aztán minden. Hát ott, na, ott aztán mindennel találkoztunk. Még volt, amikor ember magasságú bozótosra mentünk kilométereken át. Ja. Indultunk olyan 3 órán értünk oda. Hát bőven, már volt az 4 óra is, mire odaértünk Romhányba. 3-4. Meg utána hát ugye mentünk kocsmázni. Hát persze, mert 17 körül jött az első busz, amivel vissza tudtunk jönni. Volt. Itt? Romhány Diózsony. Van egy kettő, azt hiszem, van bank, meg mi van még ott? Tolmács bank, meg itt Tolmács Rétság bank. 3 akkor. Mert volt ez egy bank, meg izei közt és Romhány közt is, de azt már régen megszüntették, még a nyomást találtuk meg. Bankon meg még megvan a kisvasúti átrakó is, meg a kisvasútnak egy némi maradványa is megvan. Hát ott is... Hát igen, és bánk is... De ott is bánk is Romhány között volt egy ilyen 5 kilométeres állomás köz, az utolsó. Egyébként meg Tolmás, meg Rétság között, meg van 2 kilométer, ha volt. Ja, tényleg. Ott van. Ez a főjelző volt. Jó, csak akkor vissza, akkor legyen meg videóban is, hogy ugye, pont emlegettő volt Bélis is, aki a repülőket szokott fotózni, hogy a repülőnek rendszáma, pályaszáma, vagy milyen van neki. Majd ha nézi a videót, akkor Ricsi a nézed, akkor majd kommentáld alá, jó? Ricsbó. Te ezt biztos tudod. Meg egyébként mondtad is már egyszer, csak elfelejtettem. Lajstom jele? Jó. Akkor ezt megfejtettük. Aztán majd megmondja Ricsi, hogy igazunk volt-e, vagy sem. Ő szokott repülőket fotózni. Még meg majd mondom neki, melyik kell, miért Sebi? De mikor? 16-a, de írtam, látom, igen. Ja. Na, mit láttok? Ja, mindjárt ott lesz egy ívja. Eddig volt egyenes. Hát most jövünk ki a Bödönnek a második évében. Azaz. Na majd akkor megnézz, oppá. Hát az átjáró jelző volt. Na itt vádolt a falvezeték, de egész jól bírja. És nem szakadt el. Amelyet a töltésben állt. Igen. Igen. Még lehet, hogy észre se vendég, mert nem használják már ezt a telefonmadzagot. Hát mondjuk ott összekötötték, úgyhogy előbb-utóbb. Hát annyit, igen. Csak hogy ne tűnjön fel fenkinek, mert lehet, hogy ketten a faluban még használják, és akkor miattuk megcsinálták ennyire. Itt van még egy átteresz. Na, az mi lehet? Az a bizberjé volt? Nem tudom, mi lehetett. Lehet, hogy a jelzői volt, hogy tököm szépen, de hiányzik a farka. Jó. Hoppa, ott megy az M63-os. Bement a sín alá? Hát akkor ez nem fog kijönni. Itt az egyik hívnek itt a vége. Ja, hát igen, innen már eltűnt a vezeték. Hát mondta, szerintem már rég nem üzemel ez a... Ja, nem, ott elmegy, nem, az nem adott, lement a vezeték, igen. Ja, annyi. Hát az meg a másik, igen, az András kereszt, az lemaradt. Jó, ja, tényleg ott, de az jó messze van. Hamarra van a gelt ide. Hát itt meg. Itt meg a nagy pusztaság, ott meg ott arrafele, ott a vasút itt. Dob még egy ívet. Itt is ilyen alakúban megy a vasút. Na hát, és akkor haladunk tovább. Hát most pár ez lesz a leghosszabb állomás közül, mert most megyünk ilyen 6 km körül. Ott szalad a Bambi. Nem, hát a vezeték megvan, csak belőtte a gaz. Csak éppen dió nincs el rajta. Hát abból nem lesz dió pálinka. És amúgy már megittuk a sört is. Volt összesen 3 sörünk hármunkra, úgyhogy ez nem tartott ki sokáig. Igen, valószínűleg itt volt az előjelző. Ez még az előző, ez a Pápa Esztél állomásnak volt az előjelzője. Nézzétek, na. Most megint megérkezünk mindjárt egy év véged, és itt van megint felborítva egy András kereszt. Bondi kereszt. Sisoda átjáró, tehát az élet, ez már valami széles is. De most ez a semmiből semmi vezeté, mert tényleg ott annyi földút, és akkor
Csak a traktor megy át. András keresztmaradvány. Az, az jól bekerült a sínszálak közé. Rip. Ott a másik vérészet kivettem. De itt valami dög is van, mert elég dög szag is van itt. És ott, ott egy betonaj. Itt valami meg is dögött szerintem itt az átjáró alatt. Elég dög szag. Lehet. Nem olyan vészesen, de érződik. Megám keresztbe a kocsikkal a földön. Ja. Hát ám, ott az szerintem valami traktor ment át itt, mert itt még úgy sincsen. De ezért terepjáró lehetett. Ja, lehet, mert de erre sincsult, tehát hogy kimászkál erre. Ha traktor lett volna, akkor ugye a hátsó keréknek a bordázata az látszana. Hát ja, még végig az van, igen. De személyautó meg itt nem biztos, hogy át tud menni, ez terepjáró lehetett. Hát mondjuk, hogyha nincsen sár, akkor személyautóval is el lehet itt menni, mert nem akadsz el, de... Ha kis sár van, akkor innen ki nem szed semmi. Ha itt elsüllyesz tengelyig a sárba. Majd jön a rába, az kinyom. Hát körébelül, igen. Hát az a minimum egy rába kell neki. Ha feltéve, az is bebírjön. Hát igen. Ha meg nem, akkor vagy egy hónapig hatolod a kocsit. Hát azt tudja. Hát valami mazzal, vagy valamivel ki lehet azt húzni, csak hát már... Valami dögölhetetlen. Jajó. Jobban érződött. Lehet itt a bozontunk. Szerencsére a videó nem viszi át a szagot. Nézzük, hogy ott meg megint ott balra kanyarodik, és azért elég nagy ívbe. 18,81. Itt valamíg arrafele megy. Szerintem milyen jelzőt se láttunk még. Azért tudok, hogy érvényt elejítem, viszont az optika is hiányzik a tetejéről. Meg az aljából. Az aljából? Ja, ott is hiányzik, csak az be van takarva. És akkor azt nézd, igen, hogy csalról jöttünk. Ként meg akkor nézzük a kicsit a tájat is. Gyönyörködjünk a tájban. Most mennyi van? 14-14. Hát akkor még fél háromra oda is érünk. Hát hoztuk a kötelezőt mondhatni. Itt vagyunk, mondja, ez francia vágásnak az a jelzője. Előjel. Az előjelzője. Igen, mert OEJ, tehát. Valak előjelző. Igen. Jó. Nem baj, jó, hogy itt vagy, mert vagy mondod, hogy... Előjelző, az mégis fény optika. Ja. De hát ez nem alakjelző. Ja, azt szerintem, amikor lecserélték, nem írták. Ja. Szóval, hogy van ez? Hát nem, majd te vizsgáztál belőle, de neked ezeket tudnod kell, hogy mi mit jelent. Ez még annak idejében van. Nem tettetek el. Hát innen még max. 1 kilométer, azt ott vagyunk az állomáson. Valószínűleg egyébként evas kocsikat fogunk látni, nem amit mindenkel idehoztak. És itt lesz egy útátjáró is. Az András keresztet már látom. És egyébként itt is hol betonalja, és hol talpás a pálya. Itt most megint átment vegyesbe. Volt egy hosszú szakasz, mikor talpás volt. Ott a Bambi. Azt hallgattam, azaz. Én sem hallottam valami hangokat. Azt nézem én is. Ez már nagy? Igen. Itt még meg dolgoznak az ümik. Itt ezt lehet hallani, hogy az ümik dolgoznak. A mélyecskék azok nem bántanak, a te se bántod őket? Nem, a mélyek nem bántanak. Nem, hát nekik dolguk van, ők el vannak azzal. Hagyjad őket dolgozni. Akkor bántanak, csak a te is bántod őket. Ők is hagynak minket dolgozni. Mi is hagyjuk őket. Az az, azt nézd meg, igen, hogy... És világít mind a kettő. Mind a három. Igen, ráadásul. Még a hívójelzés is világít. Azt hiszem, igen. Na, majd ezt közelebbről is megnézem, mert innen nem nagyon... Mert... A kamera nem nagyon látja. Ez villogni oké, ne? Nem. Igen, nem, az is világít. Szerintem is világít. Világít? Világít, igen. Még erősen. Sárga, vörös meg a fehér. Hozni a vizeit. Bejárati jelzőig a fügykarót. Már pedig ilyen jelzés nincsen, nem? Hát ilyen nincs, ez kétes jelzésnek minősül, hogyha üzemelne a jelző. Hát igen, mondjuk igen. Hát azért nem, az mérvénytelenítve van. Igen. Na, azt nézzétek, eljöttünk, és itt már fényesek a sinek, mert ez már az üzemelő része a vonalnak. És valószínűleg itt a tolatási határig fel is járnak az elvények. És ott már van egy fénysodompós átjáró is. Valószínűleg az olyan... Innen, ameddig még van kiszolgálás, addig nem szerelték le a fénysodompókat. Inkább milyen közelebb megyünk, ott már látszik a váltókörzet is. Igen, környe óta azért, hát vagy... Meg a Varsányban, meg Kisbéren. Hát meg ott a izénél volt még a Kecskéden, vagy hol Kecskéd alsónál, ott még volt egy. És egyébként tenéltek, ez egy kulcsos fénysodompó. Ezt oda ezt a mézet állítja, ott van az azért kulcsnak a helye. De hát itt valószínűleg azért olyan hatalmas nagy forgalom nincsen egyébként se, de... Hát én három. Hát itt meg az a váltó se úgy néz ki, bár ezt még... Várj, ezt használják, ez még kenve is van. Csak a jelzési képet nem mutatja.
De mutatja, csak nem látszik. Hát, ja. Hát jó, igen, az valahogy hiányzik. De a másikból itt. De nézd meg, ez még kembe is van, meg minden, tehát ezt használják. Igen, igen. 783-as szelvény, tehát most tényleg olyan 20 kilométernél vagyunk. Mert akkor körülbelül az 580-asnál volt a Veszprém Valsány. Tehát 20 kilométert már jöttünk. És akkor francia vágás, három vágányos állomás. És innen már van kiszolgálós. Ebben valahol még fákkal, akkor teaskocsikat is látunk kéne. Én ott bent a vizénél ágazik ki az iparvágányon, ja. A vizei sorompók. Hát most itt azért, hölgyeim és uraim, most a láthatatlan evaskocsikat látjuk. Ez a Harry Potter-es evaskocsi, a láthatatlan tevőköpennyi el lett akarva. De itt kell lenni sok evaskocsik, amiket tegnap hoztak föl. Látjátok. És itt volt régen a forgalmi iroda, az biztos. Igen, ez meg a pályatelefon, nem? Hát szerintem a forgalmiból tudnak, hogy a zsérői lakatok. Igen, tehát. Minden lelángosuk. Hát ez már két bizbel szekrény. Hát itt is azért az ablakok itt vannak. Na, utcafrontot még megnézzük. Elindultunk tovább francia vágásra, és ott a vágányzáró sorompó után lesz a fatelep, és szerintem ott lesznek benne a kocsik. Ha látjuk őket. Hát, mindjárt kiderül. Nem kell sokat menni. És ott lesz még egy fénysorompós átjáró. Nem fogunk oda bemenni. Nem, hát majd megnézzük. Kívülről innen. A telep nem tudunk bemenni, mert szerintem ott iparvágányzáró, de ott a kapuja, mert mindent nem tudunk bemenni. Hát meg itt, de is szét tudják rendezni egyébként, mert van itt annyi vágány, tehát. Nézed, elég hosszú úgy idáig. Tehát szétrendezik, hogyha egyben nem fél be. Persze, mert megoldják. Még körül járni is körül tud. Ha mondjuk egyszerűbb, ha úgyis egyenesben van állítva a válta, akkor ide bejön, akkor a gépből állítják a váltékból. Na és akkor elhagytuk francia vágást, haladunk. Hát, biztos? Jól meggondoltad ezt? Hát, ott menni, aki jobban. Hát, mindegy, hogyha... Mindegy, itt vigyázz, mert ezért tele van törve, ott is van egy. Mindegy, azért a megfelelő tér köztem áttartani. Hát, meg hogyha vasra lépsz, és nem ajzé fára, akkor jó lesz. Bár a vaslevez lehet, hogy jobb lett volna. Hát, lehet, hogy azon hamarabb megadta volna magát. Meg ne a közepére, hanem a szélére, és akkor jó lesz. Ja. Ha vasra lépsz, akkor nagyobb esélyed van nem leesni. Meg hogyha nem a közepén, nem a közepénél fog törni, hogyha széle masszívabb. Az meg elég rozsdás, azért nem mentem rá. Hát de a fa meg, hogyha korod, akkor a közepén elépsz, akkor törik. De a szélét azt lehet, hogy bírja. És megint egy hosszú egyenes szakasz jön. Hát most nézd meg, hogy ez itt egy darabig egyenes lesz. És ott egy 10-es lassú jel előttünk. Hát az a 151-es vonali múltkori sétám. Nem, onnantól van az eleje. Az előjelző volt? Az előjelző volt, háromszög volt. Igen. Onnantól lesz a 10-es akkor? Onnan az 1-es táblától, nem? Majd megnézzük, hogy a másikon milyen sebességet. És ott a 789-es szelvény, tehát mondjuk haladunk. Na majd mindjárt megyünk akkor. Menjünk akkor tovább. Ja. Ja, mi ez a fehér szal? Jó, hát azt levágták a bambik tényleg az átjáró jelzőjéig. És a fénysorompós átjáró 796-os szelvényben itt van előttünk. 93-os. 6-os. Ez 3-os. De az átjáró 6-osban van. Na, ezt nézzétek. Ez egy érdekes tábla. És egyébként még mindig egyenes, tehát már jöttünk körülbelül egy kilométerre, de még egyenes. Úgyhogy... Haladunk így, ilyen gyorsan, előbb-utóbb beérünk ugodva. Azt hát a jelzőnek a figyelmeztető táblája. Volánbusz, ott megy a Pesti. 799.
Egy újabb áteveszhez érkeztünk. Micsoda, kardikálom. Van. Kis patak. Csordogál a kis patak. Menjünk tovább. Még arrafele van ugod valahol. Ja, a bejárati jelzőnek a hűthelye. Vagy az előjelzője, vagy a jelzője, nem mindegy. Melyik lehetett, az előjelző, vagy a főjelző? Ja, ilyen közel vagyunk már. Akkor az már tényleg a bejárati jelző. Egyébként a 812-es szerveit már elhagytuk, úgyhogy tényleg egy 23 kilométert már jöttünk. Pápa meg valahol a 930-asnak a 940-es közvetlen, hogyha legközelebb jövünk, akkor már az utolsó etap az rövidebb lesz. Na itt a 813-as, most megnézhetitek. És kb. 580-astól indultunk. Csak már nem bírjuk annyira, úgyhogy valószínűleg nem fogunk pápáig elmenni, hanem csak ugodik. Az. Ja. És ott lesz mindjárt a váltó, de majd megérkeztünk Ugodra. Reggel Ugod. Igen, három vágányos állomás. Van még ezért fénysorú ellenőrző jelző is. Ki is van szögelve a váltó. Nem használják, tudom. Nem használják. Kátmenőt. Már akkor 2010-ben is így volt. Ja, azért kellett volna cigavágásra menni a külön vonatnak is. Mert csak ott tudod körbe járni. Csak azért is, mert nem fért volna a hoztába. Ha megtenetett volna, úgyhogy elől meg hátul sörgött. Akkor még vissza tudod volna menni. Nem biztos, hogy az jó lett volna. Na mindegy, így oldották meg, jó, hogy így. Egy-két történelmi két olyan többet áll. Ott elment egy busz. Trejdó volt. Másik átjárója. Benne áll egy tartálykocsi. De nem vasúti közúti, de ott van. Ez egy látvány tehet. És ott van szemben az állomás épület, és azt majd mindjárt megnézzük. Tényleg igen, ott ki van cserélve az ablak a szélén. De a várótetelemben viszont nincs ablak, az végre nyitva van. Nézzük csak meg. Én leülök. Még majd Danival fotóztatok. Én benézek ide. Aha, itt van a várótelem. Aha, itt volt a pénztár. Az nincs itt van. Az is a pénztár volt, nem? De. Ja, ott volt a pénztár. Ja. Na. Ja. Pápáig kérnék egy 50%-osat. Uh-huh. Én meg egy 50-eset pápáig. Ja. Egy csordáig egy 50-eset. Na, mert lehet nézni. Ja, de várjuk, itt ide be tudunk menni. Ó, ezt nézd meg. Lépcső. Feledem. A pince. Aha. Csak mondjuk még lámpa nélkül, de jó lesz. Hát akkor nem. Viszont itt föl. Ez a régi csiga lépcső. És nincs ablak, viszont jó a kilátás a városra. Valószínűleg nem lakik itt senki, ma a biztosíték le van kapcsolva. Ezek itt tudja, hogy a szolgálati lakások voltak. Aha. Milyen jó grafitik vannak itt. Hát legyen szabad a grunt, jó?
Jack Daniels. Na, egy antenna kábel valakinek. Ott van. Van egy csomó újság, meg egy tévi antenna kábel. Kő valami? Szóval. Nézd szét, ha gondolod. Van festék. Hoppá. Itt van a fürdő? Ja. Csak a mosdók meg volt itt téged. Padlás. Na, kívül veszi, dohány, hogy tilos. Padlás, ne tégítsd. Nem szabad. Vegyeltek még föl a lépcső miatt egyesével. Mi? Azt írja? Nem, csak nem biztos, hogy elbír minket. Na, most van ide, mert van minden árban rajta, hogy... Részt, itt a spadhelt. Meg egy matolatodugó. Hát, ha bátorak vagytok, akkor gyertek be, én nem megyek. Ennél vagyok én sem. Itt még megvan a kilény, két csomag. Ennyi. Ez itt megvan. Na és itt viszont megmaradt egy villanykörte. Viszi főnök? Hát ha még jó. Lehet, hogy kiégett, teszt volt. Tehát már még ott vannak a régi ízébe távíró vezetékeknek a csatlakozói is. Ott van egy új áramkötés is, de nincs áramfogyasztás, tehát nem laknak. Mondjuk azt láttuk is, hogy nem laknak benne. És akkor most megyünk pápa fele. Errefele, ugod állomást elhagyjuk. Még megvannak a padok. És mindjárt megérkezünk az útátjáróhoz. Meg ott van a busz megálló. Ezeket a fénycsodompókat nézzétek meg, meg ilyet én még nem láttam. Hol jön a busz? Hát az nincs vonatunk hozzá. Hát akkor ahhoz már nincs vonat, mikor jön? 16.44, 18.35. Hát 16.44, az 10 perc múlva itt van. Jó, akkor üljük le. Menjünk a napközben. Sikerült pápán felszállunk a győri személyi vonatra, úgyhogy én tovább, akkor közi sebítő kaptam egy bombát. Az az enyém, az az enyém. Nem értek hozzá. Mert Most rohanunk jövő, de aztán ha minden igaz, akkor majd a Dacia-val fogunk az a jönni. Hát akkor na. Na akkor egészségünkre. Isten. Bomba. Szerintem a bomba. Bomba. Petróleum, az is olaj. Tegyünk bele port. Más port nincs. Semmi a szexbomba. Az az. Az az. Bomba. Bomba. A papszira. Nem tudom, én nem értem. Ja, és közben nézzétek, megy le a nap. Milyen terület? Akkor jó. Nem hiszem, hogy akkor sem értettem. Én meg kérdezem, hogy a vélemény. Úgyhogy csapatjuk szépen győrt felé. Jobban ismered, mint én. És egyébként a 308-as megyünk. Aztán 308-as csönivel megyünk. Vagyis hát hölivel és halbi kocsik. Megyünk Győri, majd a Dacia-val meg megyünk vissza Pestre. Úgyhogy majd jelentkezünk később. Dacia mindig késik. Dacia mindig késik. Azért az a headset pontos. Románia felől is, meg Bécs felől is. Az aranybetű kell fölvésni. Ugye Bécs felől meg állandóan a szarkocsik miatt késnek, meg kikapkodják belőle a szarkocsikat. Na de ezt akkor vettem az a belénybe, hogy nem vagy neki, nem késett a vonat 3 perc előbb ért belénybe, mint kellett volna. Én már értem, de 6 perccel korábban is. Tehát ilyen is kikálod. Nem késünk sem, mert azt nem lehetett volna. Még amikor mentünk az a végésre, akkor kocsival még nem volt neki kiállata, mert még nem kellett 16-kor kellett volna indulni tovább, és nem volt kiállata. Nem érzi, tehát addig bent tartották, hogy pontosan menjen. Csinálunk már videót a felújított Albiro. Hordán Laci hadd verje rá a Brejt. Felújított BY-E kocsi, csak neked és csak most Hordán Laci. 641 köti 2-es számú kocsi. Ezeket ismerem, ezek a kedvenc kocsijaim. Sziasztok, közben akkor már, nem tudod, ennek zártam, már a győri etapon is túl vagyunk, megyünk fel ezekből Budapestre a Dacia. Sem gombosan, nem előjön nyomó, van a WC-ben a fal között. Itt van mindenki. Integessé, Sebi. Igen, Ádám is integessé. Sziasztok. Igen, de és akkor itt van a nap vége, megyünk a keletibe a Dákóval. Sebi csak kelenföldig. Jó, Sebi csak kelenföldig. Én a keletiig, mert te is a keletiig. Meg én is a keletiig. Igen. Mindenkinek a keleti a legjobb.
Úgyhogy ez a vonalbejáró. Jutalom a nap végén. Jutalom a nap végén, igen. Ez egy 3-as kocintás. Igen. Egészség. 25 kilométeres sétára. Bizony. Simán. Lenyomtuk ezt is. És majdnem sikerült végig bejárni. Majdnem sikerült. 12 kilométer hiány. Ha kezdett volna fájni a lábunk, akkor sikerült is. Nem, mert igen, mert... Hát nem, ugorna nagyon meg kellett gondolni, hogy ha akkor tovább megyek, akkor 12 km, és akkor hát már... Hát az nem ment volna szerintem így már, hogyha elkezdett mindenek elkvánkolába. Igen, utolsó kiszállási lehetőség volt ugod, úgyhogy onnan megosztottunk Pápára. Se Pápára, se Győr felé, úgyhogy... Nem, akkor már vissza kellett volna menni Pápára, hogyha ugodon túlmész, akkor... Akkor már biztos, hogy végig kellett volna menni Pápára, igen, csak végig kellett volna menni Pápáig. Nem, hát azért odaértünk volna az utolsó jósvadig, ami úszoda van ameddig. Hát igen, azért nem egy... A... Nem biztos, hogy bírtuk volna. Azért mégis az 35 kilométer volt, tehát 23 kilométernél kiszálltunk. Végül ez volt az utolsó lehetőség. Hát mindegy, de legközelebb, mikor megyünk, akkor csak fel annyit kell sételni, mint amit biztos, amikor már lenyomtunk. Tehát még holnap azt lenyomatjuk. Úgyhogy ez a vonalbejárásos videó, hogyha azt nézzük, kettő részes lesz. Jó, hát most hazamegyek, feltöltöm az aksikat, meg alszok egy kicsit, aztán holnap folytatjuk. És így lényegében két részre esetleg szó videó. Persze. Első rész persze. Semmi? Holnap? Jössz? Ugodig? Hát lehet, hogy ne, legyen ott még azt a 12-t velünk? Én utaztam azon a vonalon, ugyan. Igen. Akkor még jöhetsz velünk reggel a keletemben a 7 óra 10-es IC-vel. Ja igen, azt már szerintem nem létettük ilyen nap folyamán videóban, de semmi még... Még 2010-ben egy külön vonattal elment. Igen, 2010-ben be Ugodig elment egy külön vonattal. Most elég sokat 9 év alatt elég sokat változott. 16-ban is már ment, igen. Akkor nem voltam, csak egy külön vonat, két külön vonat, akkor is ment, azt tudom. Ez csak úgy hallomásból meg. Jó, de amikor utoljára voltál, az egy 9 év alatt elég sokat változott, mert ezt te is mondtad, de így ugye az út alatt, hogy elég sokat is. Igen. Változott maga a pályállapot is. Hát csak azon a környéken, ja, francia vágás meg ugott között, mert ugye addig utaztál, vagy még? Igen. Úgyhogy még lehet neked, hogy érdemes lenne, tudod, hogy a reptér mögötti részt is megnézni, meg stb. Na, majd meglátjuk. Hát az azért is kéne minél hamarabb. 7 óra 10-es IC-vel jövünk. Korán van neked. De az azért is kéne, hogy akkor is el kell írni a tér 11 óra 10-es busztól Pápán. Ugye 6 óra 20-tól tév, vasárnap 11 óra 10-ig nincsen busz, ahogy megnézni. Igen, jó. Ja, ez meg a másik, igen. Jó szor a menetrend, ahogy mondta a hölgy is ott az egyik állomáson, hogy buszilag ott teljesen szor a menetrend, főleg amióta vonat nincsen. Igen. Ja, ezt... Hétvégén, ahogy megnéztük mi is, hogy hétvége az kibaszott szar. Vagy megnéztük, hát, igen, és azt vettük észre mi is, igen. Teli van busszal az egész, szombaton kb. Csak a fele, vasárnap meg csak a negyede. Ott nagyon elbozták ott a buszokat is, úgyhogy... Legalábbis egy ugod meg Pápa között, az biztos. Ja igen, meg ráadásul azért is kéne ugod meg Pápa között bejárni, mert most azért vannak olyan hírek, hogy a pápai repülőtén, akkor kifutópályát meg akarják hosszabbítani, és mivel a vasút ott van a végén, tehát akkor az vasszal... Sürgős is lenne már bejárni. Hát, tehát akkor a vasút, csak a vasút átvágásával lehet megoldani, ami ráadásul azért is érdekes, mert pont azon a szakaszon csak akarják csinálni, ahol élő teherforgalom van, heti 3 tehervonat, és nem kis tehervonatok, mert mennek a francia vágási patelepről. Tehát onnan azért, kevés. Hát onnan azért elég sok faszállító volt, tehát heti 3 faszállító simán elmegy onnan. Tehát jó, faszállító, már mindenki röhög, hát itt a környéket. Szerintem, hogyha ott azt a részt oda is önnek a reptérnek, hogy ott akkor ott vonal az meg is szűnne, úgyhogy felbontanák a pályát, és akkor ott a kiszolgálás is, akkor így Veszprém-Varsány felől lehetne megoldani. Akkor ugye ott a Veszprém-Varsány francia vágást, akkor teljesen át kéne építeni. Igen, most mi is tapasztaltuk a vonal állapotokat. Ott legalább ott ágyazatig teljesen fel kéne bontani mindent. És hát azt még ha nem is, de ugye... Nagyon sok helyen is ott mellett a... Tehát pótolni kell a hígen. És nem olcsó lenne. Hát pótolni kell a sincsevadokat, ezért meg a talfákat betonaljakra cserélni, mert rengeteg volt a talfát látunk. A magas töltéseken is láttuk, hogy ott több száz méter hosszan és a magas töltéseknek a szélén, a fatalpoknak, a betonaljaknak a szélén látszódik szó szerint, hogy megy lefelé az ágyazat, lefelé az ágyazatnak az aljához. Hát és magyarul süllyed. De hát azt azért az... Hát azt nagy gépes vágányszabályozással, nem a tárgyazat rostállással meg lehet oldani. Szerintem nem vagyok pályás, de szerintem magától az egész töltést is meg kellene erősíteni ahhoz. Hát de most ahogy végig jártok, tehát olyan nagyon durva pályahibákat nem láttunk. Nem voltak sínhiányok, nem voltak. Csak ott a talfáknak meg a betonaljaknak a szélén teljesen látszott, hogy csorogtak lefelé a... Ezek ott maga az egész... ágyazat, meg maga a töltés meg van süllyed. Hát most sajnálom, hogy el van sárosodva, meg kinőtt egy képből, akkor azt át kell rostálni. És átépítésileg ott a
ugye ott felszedik ágyazatig, de ott viszont a töltést is föl kéne szedni teljesen padlószintig ahhoz, hogy mert ott látszik az, hogy maga a töltés is meg van süllyedve. A töltés meg az ágyazat süllyedés, ami ugye jobban probléma. Úgyhogy az én meglátásom szerint. Hát majd a videóra, úgyis videóra vettük az állapotokat, hát majd, majd hozzá kommentelnek itt a lelkes nézők, aztán meglátjuk. Ha visszaemlékszel ott, akkor sokáig mentünk egyenes szakaszon, és akkor is kint a szélén, és ott kint a szélén csak azért tudtuk úgy menni, hogy rendesen, mert a kavicsok le voltak süllyedve, és potyogtak lefele, azért volt tiszta az egész. Ugye ott a közepe tele volt. A szélén meg, ott a fatalapnak a kb. A 3/4 kilátszó. Hát voltak ilyenek, igen. A kavics az ment lefele. De az viszont nem azt jelenti, hogy maga az ágyazat süllyed meg, hanem maga a töltés is. Legalábbis az én meglátásom szerint. Hogyha majd mit tudom, végig vonatozom, vagy mondjuk szerint szekalom meg vészlőközött, akkor sokkal szóval pályállapotokat találsz, ami még most is megy vonat. Igaz, hogy 10-zel meg 20-szal, de megy. Igen, azért is mondom, hogy itt maga... Hát, tényleg olyan, hogy megy 10 a vészlő, és majdnem leesik a sínről. Tehát én utaztam azon a vonalon. Igen, de ott viszont nincs süllyedés. Meg nincs süllyedésre utaló jel. Mit lesen tudni, még bányakkal is ágyazat van. Kurosok utaló jel is volt arra, hogy süllyed maga az ágyazat is, meg maga a töltés. Hát jó, csak azért, mert 12 éve nem járt rajta vonat, tehát nyilván át kell osztálni a mindent. Amikor még vonat is járna most is rajta, akkor is meg lenne süllyedve. Ugye a föld az mozog. Talán még jobban is. És pont olyan szerintem, pont olyan földrészen megy, ott ugye ott változnak ezek a nemes plazmák, vagy hogy a faszomban mondják ezek a földvizsgálók, de akkor is ott maga ott szó szerint látszik rajta, hogy meg van süllyedve az egész. Hogy ott hiába megy magas töltésen csak ez én szerintem akkor tud megsüllyedni, hogyha maga a töltés is megsüllyed. Hát én már ehhez nem értek, tehát igazából ez már tényleg ez nem szaladozik. Szerintem aki ez jobban hozzáért, majd az megmondja. De nyilván ez azért... ez a saját magán véleménye, hogy szerintem ez. Ezt így hozzá kell tenni, mert már biztos hogy fog jönni majd a rengeteg komment cunami, hogyha ezt a videót így felrakom, meg ezt a veszkedést így benne hagyom, hogy most mondják, hogy... Most egy beszélgetős videót csinálunk egy lényegében. Igen. Nem, mert emlékszem arra a videón, amikor az első PMP-s modulból ikadusza voltunk, és akkor ott volt a... Ez egyik ilyen lelkes valaki, aki ugye sokáig a magyarázta, hogy ilyen műszakesek után jutták, hogy annyi hülyeséget mondott itt, mi mindenki lakta be ezt a végén, de hát most én csak kérdezek, tehát nyilván ti nem szóltok, de hát most... Igen. Az nem a videós hibája, hogyha kérdezés, és akkor a riportolaj hogy valamit mond. Amúgy ez nagy hát... Ez meg itt nekem ez mai háborús sérülésem a gyalogtúra alatt. Az egyik szóros geci gaz... Ja, az akász, tudom, hát az mindig, tehát olyan vonalban járás nincsen, ahol akász van, nem tudom, nem bújt bőzőt. Igen, nem így most az egyik végighúzta a bütyköm alatt. Úgyhogy... De hát még nálam jobban tudott, tehát... Amit tudok, hogy 100%-osan megmondok, de ugye ott a videón is lehet hallani, hogy szoktam mondani azt, hogy szerintem ez, de nem biztos. Igen, aztán rá, hogy nem biztos. Aztán voltam, amikor érkeztek a dedeknek a kommentek, hogy igen, hogy rosszul tudja. Igen, tehát nyilván, igen. Úgyhogy jó, már én is egy 4-5 éve kezdtem már itt a szakmát, én sem értek olyan sok mindenhez. Hát meg azért sokszor tényleg azt, amikor a gyalogoltó... Sokszor találkozom önökkel is egy ilyen vonalbejárosokkal. Ez mi a faszom? Magyarul szólva. Lényegében. Hát meg... Vagy ott már 12, meg 15, meg 21 éve bezárt vonal, az akkor már olyan jelzők is kint vannak még, amik meg már 10-15 éve, meg 21 éve meg már megszüntek. Ipar töltetném múzeumos a lejtraktárában, esetleg látasz hasonlókat. Vagy ott se. Vagy esetleg még ott se, igen. Hát igen, ez attól. Meg ráadásul ugye, hogy 20 km gyaloglás, utána, mikor már agyilag meg egyiket is lefáradtunk, akkor már beszéltünk ilyeségeket. Tehát azért az előfordul, hogy akkor már nem megy olyan egyszerűen. Hát igen. Mindig, hogy általában, hogy haladunk a vége fele, akkor szokott azok előjönni. Na, hajrá! Mondj, itt van mind a kettő egyben. Igen, na, tehát előbb-utóbb megérkezünk a keletibe. Addig akkor már sok. Na, oké. Hát akkor jó étvágyat mindenkinek, akkor szerintem akkor ezzel... Neked is hoztam volna, de... Akkor ezzel a jelenettel még búcsúzhatunk, és jó, csak én már pápán bezabáltam, úgyhogy akkor annyi elég is volt, igen. Úgyhogy akkor mennyi, akkor csüssz, és akkor... Igen. Majd megintegetünk. Ja, oké, na akkor csüssz, sziasztok!